Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Veszprém városából. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a szombati napon leforgatok néktek egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Veszprém városának területén. És most tulajdonképpen folytatni fogom azt a sétámat konkrétan, amit én az ezt megelőző videómba kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videót is, köszönöm szépen. És akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Veszprém városának területén. És akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel, most jöjjön hát egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor jöjjön hát a folytatás, lányok és fiúk, annak a sétának konkrétan a folytatása, amit én az ezt megelőző videómba kezdtem el. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen, és akkor jöjjön hát a folytatás most. Nos, lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amint láthatjátok, hölgye, itt vagyok Veszprém városában konkrétan, ott szemben amúgy van egy tetováló stúdió, tehát ott szemben ott van egy tetováló stúdió ott szemben. Na, lányok és fiúk, így néz ki a közvetlen környezet, ahonnan én tulajdonképpen elindítottam ezt az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót. Tartsatok velem ebben a videóban is, mint ahogy az ezt megelőző videóban is velem voltatok, köszönöm szépen. És akkor jöjjön hát annak a sétának a folytatása tulajdonképpen, amit én az ezt megelőző videómban kezdtem el. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel most. És amint láthassátok ezen a felvételen, én már haladok is tovább tulajdonképpen ebből a sétával, itt Veszprém városának területén konkrétan. Amúgy én az ezt megelőző videómba konkrétan abból az irányból jöttem, tehát abból az irányból jöttem az ezt megelőző videómba, tehát az ezt megelőző videómba abból az irányból érkeztem, ez itt a Kádárta utca, és közben itt elmegy egy helyi járat, egy 6-os számú busz. Tehát onnan jöttem, tehát abból az irányból jöttem, ez itt a Kádárta utca, de a további abban én nem arra felé fogok haladni, mi vagy onnan jöttem. Így hát fordulok egy 180 fokot, és akkor haladunk tovább ebből a sétával tulajdonképpen, amit én a ezt megelőző videómba kezdtem el. Tartsatok velem a további abban is, köszönöm szépen. És akkor én a további abban arra felé fogok haladni, tartsatok velem. Na, jányok és fiúk, amit láthatjátok, én már folytatom is a sétát. Azt a sétát konkrétan, amit én az ezt megelőző videómban kezdtem el. Ezt a videót meg egyébként erről a füvesplacról indítottam. Tehát onnan indítottam ezt a videót erről a füvesplacról, ami itt látható. Tehát onnan bentről indítottam ezt a videót. És így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. És akkor haladunk is tovább ebben a sétával tulajdonképpen, itt Veszprém városának területén. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor én most a továbbiabban arra felé fogok haladni, tartsatok velem. Na, lányok és fiúk, amit láthatjátok, én már el is indultam. Tehát haladunk tovább ebben a sétával tulajdonképpen. Itt Veszprém városának területén, tehát haladunk tovább, és itt most majd arra felé fogok menni, tehát nem megyek be a belvárosba, hanem itt szépen el fogom kerülni
a belvárost tulajdonképpen. Tehát szépen el fogom kerülni itt a belvárost konkrétan. Hát lehet, hogy aztán majd végül is be fogok érkezni majd a belvárosba is, de hát ez majd a későbbiekben kiderül, mivel hogy ebbe a videóba semmi előre tervezés nincsen, tehát teljesen random ez az egész konkrétan, tehát tényleg semmi előre tervezés nincs ebben a videóval kapcsolatban, meg úgy ámblok ebben az egész sétával kapcsolatban sincs semmiféle előre tervezés. És akkor szépen haladunk tovább itt Veszprém városának területén, és folytatom is tovább azt a sétámat konkrétan, amit én az ezt megelőző videómba kezdtem el. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videót is. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladunk tovább ebben a sétával itt Veszprém városának területén. Konkrétan, amúgy ez már a Hold utca nem mellesleg, ahol most éppen bóklászok. Hát tudom, hogy semmi érdekesség nincs benne, tehát itt Veszprémben semmi érdekesség sincs ezekben a külvárosi utcákban, mert valójában most ugye itt vagyok a külvárosban konkrétan. Hát ez most csak teljesen egy ilyen random séta konkrétan, aminek aztán tényleg semmi koncepciója nincsen. Mert tényleg semmi koncepció nincs ebben a videóban, meg ebben a sétában sem konkrétan. Tehát ez is csak egy ilyen spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó. Tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Hisz rengeteg ilyen van a csatornámon. Hát konkrétan csak ilyen videók vannak a csatornámon. Túl sok minden más nem nagyon van. Ám bár tavaly azért valamivel változatosabb volt a csatornám, mert azért tavaly azért voltam egy pár fogadhajtó versenyen, például Tihanyban is voltam ugye tavaly fogadhajtó versenyen, és arról vannak is videók a csatornámon, nézzétek meg azokat a videókat is, még tavaly nyáron készítettem azokat a videókat ott Tihanyban, amikor volt a fogadhajtás, ami most szerintem idén nem valószínű, hogy meg lesz tartva ugye a vírusra hivatkozva, mert szerintem az a fogadhajtó verseny idén nem lesz megtartva. Tehát szerintem ez a fogadhajtó verseny, ahogy mondottam, azt szerintem Tihanyban az idén nem lesz megtartva, mint ahogy annyi sok minden nem lesz megtartva idén, a koronavírus véget. Hát valószínű, hogy ez a fogadhajtó verseny se lesz megtartva Tihanyban, ahol én tavaly ott voltam, tavaly nyáron, még júliusban, tavaly júliusban, igen. Hát lányok és fiúk, ez az év, ez egy ilyen év lesz sajnos, hogy az ilyen tömegrendezvényeket ugye mellőzni kell, tehát mellőzni kell a tömegrendezvényeket, ugye a fesztiválok is ezért nem lesznek idén konkrétan, ugye mert ugye itt van, tehát ez a vírus, ez hiába most, ez még mindig itt van közöttünk, tehát még mindig itt van köztünk konkrétan a koronavírus, tehát ez nem múlt el, ez még mindig változatlanul itt van közöttünk, és ez itt is fog szerintem maradni, és együtt kell vele tudni élni, tehát itt már más megoldás nem lesz, amíg nem találják ki a vakcinát, vagyis a ellenszerét, az oltóanyagot a vírus ellen, mármint a koronavírus ellen. Hát lányok és fiúk, hát ez egy ilyen év lesz, hogy valójában semmi se lesz ebben az évben, tehát se fesztiválok, se tömegrendezvények, tehát konkrétan semmi. Semmi nem lesz idén, így 2020-ban. Hát egy eléggé unalmas évnek nézünk elébe, aminek már a fele már el is telt tulajdonképpen, hisz június van. Pontos idő és dátum ott látható folyamatosan a kijelzőnek az aljában. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább ebben a sétával itt Veszprém városának területén. Tartsatok velem a további abban is, ha gondoljátok, ha úgy gondoljátok. Hát ha meg nem, akkor nem. Amúgy ez még mindig a Hold utca, ahol éppen én bóklászok, és itt át kéne menjek az út túloldalára, mert majd le fogok kanyarodni erről a Hold utcáról. Így hát átmegyek ezen a gyalogos átkelőhelyen, teljesen szabályosan, nem mellesleg. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk is tovább ebből a sétával tulajdonképpen. Itt Veszprém városának területén. Tartsatok velem a további abban is. Köszönöm szépen!
És akkor szépen haladunk is tovább, itt Veszprém városának területén, ezúttal a Hold utcában. Na, jányok és fiúk, és akkor megyünk előre felé, nyomulunk. Szóval ez az év, ez egy elég unalmas év lesz, ahogy mondottam az előzőekben. Tehát ugye ez a koronavírus azért most sok mindennek keresztbe tett, ugye a fesztiváloknak, a tömegrendezvényeknek, tehát valójában mindennek keresztbe tett ez a koronavírus. És ahogy mondottam, ugye az előzőekben ez a koronavírus nem múlt el, tehát ez itt van, most is köztünk van, és ez itt is fog maradni szerintem, tehát ez konkrétan ez itt is fog köztünk maradni, az én szerény véleményem szerint, tehát ez itt fog köztünk maradni, együtt kell vele tudni élni, éppen úgy, mint az influenzával. Hát lányok és fiúk, hát ezt is megéltünk konkrétan. És akkor szépen haladunk tovább ebből a sétával, itt Veszprém városának területén, tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Bocsi, ez még nem koronavírus, de aztán meg ki tudja. Na, lányok és fiúk, akkor haladunk tovább. Itt Veszprém városának területén. És akkor szépen haladunk tovább itt a Hold utcába konkrétan. Hát tudom, hogy semmi érdekesség nincs ebbe az egész sztoriba. Tehát tényleg semmi érdekesség nincs benne. Konkrétan, tehát ez teljesen random ez az egész tulajdonképpen. Tehát ez teljesen random. Tehát tényleg semmi koncepció nincs most ebben. Nem mintha bármi koncepció is lenne a többi videóban, tehát egyik videóban sincs semmiféle koncepció, és nem is lesz, tehát maradjunk ennyiben. Tehát ez nekem így szimpatikus, és mivel nekem ez így szimpatikus, tehát én ezt így is csinálom, hogy nincs koncepció, mert minek az, tehát az egy tök fölösleges dolog, így nincsenek szabályok, illetve nincsenek koncepciók, amihez tartani kell magamat, hanem úgy csinálom, ahogy nekem éppen jól esik, maradjunk ennyiben. Na, lányok és fiúk, és akkor szépen haladunk tovább itt Veszprém városának területén, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És ugye itt vagyok a Hold utcában tulajdonképpen, tehát íme, ez itt maga a Hold utca, ami itt látható, tehát íme, hát az egyik oldalon lakótelepi lakások vannak, a másik oldalon társasházak, és akkor szépen haladunk tovább. Na, jányok és fiúk, akkor szépen haladunk tovább itt Veszprém városának területén, és még mindig a Hold utcában vagyok, nem mellesleg, és akkor majd nem sokára szerintem majd le is fogok térni erről az útról, mert erről a Hold utcáról én már korábban készítettem videót, ez most már valójában a Haszkovó utca, most hogy én így jobban megnézem, tehát ez már a Haszkovó utca, ahol most éppen én bóklászok. Tehát ez már tulajdonképpen a Haszkovó utca. Lányok és fiúk, hát tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor szépen haladunk itt Veszprémnek a belvárosa felé. Hát belvárosa felé beszélek hülyeséget. Tehát nem haladunk a belváros felé. Tehát nem haladunk a belváros felé, hanem inkább itt a város szélében, illetve külvárosában fogok most bóklászni. Tehát most inkább itt a városnak a külvárosában fogok bóklászni. Ebben a videóban is, mint ahogy az ezt megelőző videóban is. Hát lányok és fiúk, és akkor szépen haladunk tovább ebben a sétával tulajdonképpen. Itt Veszprém városának területén. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. Na, lányok és fiúk, és akkor szépen haladunk előrefelé. Még mindig Veszprém városának területén. Ez ebben a videóban is így lesz, nyilvánvaló, hogy nem fogom elhagyni Veszprém városát. És akkor haladunk tovább itt a Haszkovó utcában. Tehát ez itt a Haszkovó utca, ami itt látható tulajdonképpen. Tehát ez itt maga a Haszkovó utca. Akkor szépen haladunk tovább. Csak itt föl kell húzódjak ide, mert itt át kéne mennem ezen az úton. Amúgy itt 40-es sebességkorlátozás van autósoknak. Na, jányok és fiúk, és át is jövünk ide a útnak a másik oldalára.
És akkor haladunk tovább itt a Haszkovó utcában. Tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen. Na, jányok és fiúk is, akkor haladunk tovább, amint láthassátok ezen a felvételen. És ahogy mondottam, ez itt a Haszkovó utca tulajdonképpen. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladunk tovább, lányok és fiúk. Itt Veszprém városának területén. Hát egyelőre még itt vagyunk a Haszkovó utcában, egyelőre. De aztán majd lehet, hogy ezen mindjárt változtatni fogunk, ahogy itt haladok előre felé. Tehát ezen én most lehet, hogy mindjárt változtatni fogok, hogy a továbbiabban nem itt a Haszkovó utcán fogok sétálni, hanem szépen letérek erről a Haszkovó utcáról, mert valójában erre felé már voltam több alkalommal is. Tehát ez már nem az első alkalom, hogy itt bóklászok. Meg hát videó is van tulajdonképpen erről a utcakaszról. És akkor szépen haladunk tovább, lányok és fiúk, tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen. Közben itt jön egy helyi járat. Így, megörökítettünk a helyi járatot, ami egy 8A volt egyébként meg, egy 8A számú busz volt. És akkor szépen haladunk tovább, lányok és fiúk, itt a Haszkovó utcában. Hát szerintem itt majd le fogok kanyarodni erről a Haszkovó utcáról. Tehát továbbiabban nem itt a Haszkovó utcán fogok bóklászni, hanem irányt fogok változtatni. Tehát igen, tehát valószínűleg irányt fogok változtatni. És akkor szépen bemegyünk a Munkácsi utcába. És akkor a Munkácsi utcát fogom végig sétálni ebben a videóban. Tehát ez itt ugye a Haszkovó utca itt végig, tehát ez arrafelé végig a Haszkovó utca, ami arrafelé látható, de én a továbbiabban nem arrafelé fogok haladni, mert nem. Tehát én a továbbiabban nem arrafelé fogok haladni, hanem szépen itt rátérünk majd a Munkácsi utcára, és akkor a Munkácsi utcában folytatom tovább a sétát. Tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen. És akkor itt majd át kell menjek ezen a gyalogos átkelőhelyen, ami itt már itt van előttem. És valójában most be fogok menni ide a Munkácsi utcába. Ha minden igaz, ez a Munkácsi utca lesz, ahol én most majd be fogok menni. Csak itt át kell menjek a út túloldalára, ezen a gyalogos átkelőhelyen. Így néz, szépen át is srisszantunk. Na, lányok és fiúk, és akkor itt fogunk irányt változtatni. Tehát én a továbbiabban nem arra felé fogok haladni. De ugyanakkor nem is arra felé fogok haladni, mert nem arra felé fogok haladni a továbbiabban. Tehát én a továbbiabban nem arra haladok, illetve nem is arra felé fogok haladni, hanem én a továbbiabban konkrétan arra felé fogok haladni. Tehát bemegyünk ide a Munkácsi utcába, és ezen a Munkácsi utcán fogok most bóklászni, és haladok arra felé, a Jutasi út felé, mert arra felé meg a Jutasi út van egyébként. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. Na, lányok és fiúk, és akkor haladunk is tovább. Most már itt a Munkácsi utcában. Tehát ez itt már valójában a Munkácsi utca, ahol éppen én most bóklászok. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen. Hát aztán majd még nem tudom, hogy merre felé fogom folytatni ezt a sétát, mert gőzöm sincsen, mert tényleg fogalmam sincsen, hogy merre felé fogok haladni én a továbbiakban. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk tovább ebből a sétával itt Veszprém városának területén. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. Közben elengedjünk az autót. Hát itt már valójában ilyen lakótelepi övezet van tőlem jobbra,
tehát ilyen lakótelepi lakások vannak, tehát panellakások vannak itt tőlem jobbra, konkrétan. És akkor szépen haladunk tovább ebből a sétával itt Veszprém városának területén. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. Na, jányok és fiúk, és akkor folytatom tovább a sétámat tulajdonképpen. Itt ő Veszprém városának területén. És ahogy mondottam, ez itt a Munkácsi utca, ahol most éppen boklászok. Tehát ez itt a Munkácsi utca. És akkor haladunk tovább itt a Munkácsi utcában. Hát ez nem egy olyan túl hosszú utca, mert végül majd bele fog torkolódni a Jutasi útba. Konkrétan ez a Munkácsi út. Tehát ez bele fog torkolódni majd a Jutasi útba tulajdonképpen. Hát ugye már több mint egy hónapja itt vagyok Veszprém városában, tehát nagyjából már kiismertem a várost. Tehát nagyjából. Tehát azt nem mondom, hogy úgy ismerem, mint a tenyeremet, mert azt nem mondom, mert avval hazudnánk. De viszont azt elmondhatom, hogy az elmúlt több mint egy hónapban, mióta itt vagyok Veszprém városában, egész jó kiigazodok itt a városban már. Tehát egész jó ki tudok már itt igazodni. Tehát már olyan könnyedén már nem tudnánk én itt eltévedni. Még nem is olyan hú de nagy ez a város, tehát nem is olyan nagyon nagy, de azért nem is kicsi, maradjunk ennyiben. És akkor szépen haladunk tovább itt a Munkácsi úton tulajdonképpen. Mert ez valójában itt a Munkácsi utca, ahogy mondtam a korábbiakban. És már vagy 50-szer elmondtam ebben a videóban, ha nem többször. Ez elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, hogy ismétlem a mondataimat, illetve a szavaimat. Tehát ez elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől. Tudom, ez egy idegesítő tulajdonságom, de hát erről nem tehetek. Sajnos ez egy hiba, tehát ez egy hiba nálam, amit nem tudok kiküszöbölni, hiszen nem vagyok tökéletes, mint ahogy senki se tökéletes, így ezáltal én sem vagyok tökéletes. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk tovább ebben a sétával tulajdonképpen, itt Veszprém városának területén, és ez még itt mindig a Munkácsi utca, de már vagy 250-szer elmondtam ebben a videóban. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk tovább, sétálunk tovább itt a Munkácsi úton, és itt szerintem át fogok menni az út túloldalára, tehát én itt inkább átmegyek az út túloldalára, úgy gondoltam, mert már túloldalon is van járda, tehát szépen átbaktatunk, így né, szépen átjöttünk az útnak erre a felére. És akkor haladunk tovább ebből a sétával tulajdonképpen, itt Veszprém városának területén. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. Hát és íme itt van erről, amiről beszéltem, hogy itt a túloldalt itt szemben ilyen lakótelepi panellakások vannak, hogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát itt ilyen lakótelepi panellakások vannak, tehát ahogy láthassátok ezen a felvételen. Hát valójában ez itt a Jutasi lakótelep. Tehát ez itt a Jutasi lakótelep, ami ott látható az útnak a túloldalán. De mi a továbbiabban arra felé haladunk. Tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen. Na, jányok és fiúk, és akkor én folytatom is tulajdonképpen a sétát. Haladunk tovább. Itt Veszprém városának területén. Tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen. És akkor szépen haladunk előre felé konkrétan. Jányok és fiúk, itt Veszprém városának területén. És ugye, ahogy mondottam, ugye a belvárost egész jó elkerültem, nem mellesleg. Tehát egész jó elkerültem a belvárost tulajdonképpen. Mert valójában itt vagyok már a Jutasi lakótelepnek a... Hát konkrétan a Jutasi lakótelepnek a szélében vagyok. Hát itt meg valaki úgy látom beverte ezt az üveget, itt ennek a esőbeállónak az üvegét. Ezt nézzétek, ezt valaki rendesen hazavágta. Tehát lehet látni, hogy szilánkosra törött. Tehát lehet látni, hogy ez szilánkosra törött. Tehát valamelyik vandál nem bírt magával, és beverte ezt a szerencsétlen üveget. Nem tudom, hogy neki mit ártott ez a szerencsétlen üveg, ami itt volt hajdanán, ami most már itt szilánkosra van törve.
Tehát ezt se fogom, ezt épp úgy nem fogom tudni soha megérteni az életben, hogy miért jó az az embereknek, főleg a fiataloknak, ezt hozzáteszem, hogy törnek, zúznak, firkálnak, rongálnak. Ez miért jó a mai fiatalságnak? Tehát nézzétek meg ezt a szerencsétlen esőbeállót. Most kinek ártott szerintetek ez az üveg? Szerintem senkinek az éget a világon, csak a hülye gyerek nem bírt magával, és fogta magát és beverte ezt a üveget, ami szilánkosra törött konkrétan, és egy ilyen üveg kicserélése több tízezer forintban kerül, tehát ez több tízezer forintba kerül egy ilyenfajta üvegnek a kicserélése. Tehát miért kell ezt csinálni, gyerekek? Miért? Miért kell mindet törni, zúzni, rongálni, firkálni? Tehát ez az, amit sose fogok tudni megérteni az életben konkrétan. A büdös életben nem fogom én ezt megérteni, már bocsi a kifejezésé, de gyerekek, nézzétek meg ezt a... Ki volt az a hülye gyerek, aki fogta magát, és betörte ezt a szerencsétlen esőbeállónak a ódalsó üvegét. Tehát nem tudom, ki volt ez a hülye gyerek, mert mire volt neki ez jó, hogy beverte ezt a szerencsétlen üveget. Tehát ez az, amit én sose fogok tudni megérteni. Hát lányok és fiúk, tehát erre most mit mondjak? Tehát erre már tényleg ezt az életben nem fogom tudni megérteni, hogy miért kell mindent szétbarmolni, miért kell mindent összetörni, miért kell mindent rongálni, miért kell mindent összefirkálni, tehát nem értem. Tehát nem értem, gyerekek, miért kell ezt csinálni, akinek nem inge, ne vegye magára. Tehát akinek nem inge, az ne vegye magára, de aki meg ilyeneket csinál, hát az mire, magyarázza már el nekem, hogy az mire jó, hogy törünk, zúzunk és rongálunk. Tehát ezt magyarázza már el nekem valaki, hogy ez mire jó, főleg egy olyan valaki, aki csinálja is ezt aktívan, ezeket a rongálásokat. Tehát ez az, amit sose fogok tudni megérteni. Na, lányok és fiúk, akkor haladjunk tovább ebben a sétával. Itt Veszprém városának területén. Tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen. És ahogy mondottam, ugye itt vagyok a Munkácsi utcában. Amúgy itt lakok nem messze. Tehát itt lakok nem messze, amúgy nem mellesleg. Tehát itt lakok nem messze amúgy ettől a helyszíntől, ahol most éppen bóklászok. Lakok, tehát ez azért túlzás. Tehát itt vagyok nem messze elszállásolva ettől a helyszíntől, ahol most éppen bóklászok. Tehát itt vagyok, itt van nem messze a szálláshelyem tulajdonképpen. Mert tényleg ide nincs messze a szálláshelyem, ahol most éppen haladok. És amit láthassátok, itt ilyen lakótelepi lakások vannak szemben. Tehát ez jó kivehető, hogy itt ilyen lakótelepi lakások vannak szemben tulajdonképpen. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk tovább ebben a sétával. Itt Veszprém városának területén. Tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen. És akkor haladunk tovább itt a Munkácsi úton. És a Munkácsi út, és ennek a Munkácsi útnak lassacskán vége is lesz, mert bele fog torkolódni a Jutasi útba. Tehát mert beletorkolódunk a Jutasi útba tulajdonképpen, ahogy itt haladok előrefelé. Na, jányok és fiúk, és akkor itt vagyunk még mindig a Munkácsi úton. Közben megmutatom néktek, ha már itt vagyok, hogy én melyik utcába is vagyok elszállásolva. Így most videón keresztül megmutatom nektek. Én tulajdonképpen ebbe a szembe lévő utcába vagyok elszállásolva, tehát ebbe az utcába. Tehát ebbe az utcába vagyok elszállásolva, amit látható, amit megy befelé. Onnan kanyarodik ki ez a kis autó, ez a Suzuki. Tehát én ebbe az utcába vagyok elszállásolva tulajdonképpen, amit látható ezen a felvételen, tehát ott szembe. És az pedig ott a Halle utca, tehát az ott a Halle utca, ami ott szembe van. És én ott a Halle utcába vagyok konkrétan elszállásolva, tehát ott. Tehát ott vagyok elszállásolva arra felé. És akkor így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk, tehát így, éme. Tehát így néz ki, és ugye ott szemben van ugye a Halle utca, és akkor mi szépen haladunk tovább ebben a sétával, tartsatok velem a továbbiabban is, és haladunk tovább itt a Munkácsi úton méghozzá arra felé. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladunk is tovább. Itt a Munkácsi úton tulajdonképpen, Veszprém városában. És akkor itt most ki fogunk érni a Jutasi útra.
Tehát itt most ki fogok kérni majd a Jutasi útra konkrétan. Na, hiányok és fiúk, és akkor szépen haladunk kifelé, folyamatosan a Jutasi út felé. És íme ki is érkeztünk. Tehát íme ki is érkeztünk ide a Jutasi útra tulajdonképpen. És amit láthatjátok, itt is ilyen körforgalmas kialakítás van. Tehát itt is lehet látni, hogy ilyen körforgalmas kialakítás van. Tehát ez mondjuk Veszprémre ez nagyon jellemző, hogy ilyen körforgalmas kialakítások vannak, mint például ez is itten. Tehát ez Veszprémre ez baromira jellemző, ez a körforgalmas kialakítás. És akkor így néz ki a közvetlen környezet. Ez itt kint már a Jutasi út. Tehát ez itt már tulajdonképpen a Jutasi út, ami itt kint van. És így néz ki a közvetlen környezet. Hát én a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, mert arra felé van a vasútállomás. De most viszont megmutatom nektek, hogy én honnan jöttem. Hát ezt most meg tudom nektek mutatni. Én konkrétan abból az irányból jöttem. Tehát én abból az irányból jöttem konkrétan. Tehát onnan. Ez volt ugye a Munkácsi út. Tehát ez itt maga a Munkácsi út arra befelé, amit most láttok. Tehát én abból az irányból jöttem, de a további abban én nem arra felé fogok haladni, mert nem arra felé fogok haladni, hisz onnan jöttem. És így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. Amúgy ott van a Halle utca, tehát arra felé van a Halle utca, ahol én el vagyok szállásolva, az arra felé van, tehát az arra felé van. Na, jányok és fiúk, és ez pedig itt a Jutasi út már, és arra felé van a vasútállomás, tehát a vasútállomás az teljesen egyértelműen arra felé van, de mi most nem megyünk a vasútállomásra, hanem szépen átmegyünk itt az úton. Igaz, az előzőekben azt mondtam, hogy nem erre felé folytatom a sétámat, tehát nem is erre felé fogom, csak most én úgy gondoltam, hogy itt átmegyek. És akkor itt kijövünk ide a Jutasi utcára tulajdonképpen. Tehát íme, kijöttünk ide a Jutasi utcára konkrétan, mert ez itt már a Jutasi utca, ahogy mondottam az előzőekben, és már nagyon sokat gyára mondom el. És akkor ugye én a további abban nem arra felé fogok haladni, mert arra felé a vasútállomás van, tehát arra felé van Veszprémnek a vasútállomása konkrétan, tehát a veszprémi vasútállomás az teljesen egyértelműen arra felé van, hanem szépen itt át fogok menni itt a Jutasi úton, és folytatom tovább a sétámat. Tehát itt most szépen átmegyek itt a Jutasi úton. Na, a lányok és ők, és akkor szépen át is megyünk itt a Jutasi úton konkrétan. És akkor szerintem egyelőre ezt a videót lezárom, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, és majd ezt a sétát folytatom nyilvánvaló egy következő videóban, tehát ennek a sétának itt még nincsen vége, hisz majd egy következő videóban fogom folytatni. Na, és így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk, íme. Tehát így néz ki a közvetlen környezet, ahogy mondottam, arra felé van a vasútállomás, tehát a vasútállomás az teljesen egyértelműen arra felé van, tehát abban az irányban van a vasútállomás, és majd innen fogom folytatni konkrétan ezt a sétát, de majd csak egy következő videóban. Tehát be is húzodok erre a füves részre, és itt ezen a füves placon itt bent megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor itt szépen meg is mutatom nektek a közvetlen környezetet, ami így néz ki. Tehát így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Ott van szembe a Jutasi lakótelep, tehát ott szembe a Jutasi lakótelep látható. Tehát ott szembe a Jutasi lakótelep, ami ott van. Hát és így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. Tehát ott szembe ugye a Jutasi lakótelep. És akkor íme így néz ki a közvetlen környezet, ahol én tulajdonképpen lezárom egyelőre ezt a videót és ezt a sétát, és majd folytatom egy következő videóban. Tartsatok velem majd a következő videóban is, köszönöm szépen. Íme, így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk, tehát így néz ki, ahol most ezt a videót le fogom zárni. Közben itt láthattok egy buszt, közben láthattok itt egy buszt félreállítva. Na, lányok és fiúk, és akkor így néz ki a közvetlen környezet, íme.
Én majd a továbbiakban lehetséges, hogy arra felé fogok haladni, tehát én majd a továbbiakban valószínű arra felé fogom folytatni a sétámat, de ez majd egy következő videó témája lesz. Na, a lányok és fiúk, és akkor így néz ki a közvetlen környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Én pedig konkrétan abból az irányból jöttem, tehát én onnan jöttem, arra felé van a Munkácsi utca, tehát én abból az irányból jöttem, közben elmegy itt egy volánbusz, ezt nézzétek, és akkor jöjjön hát részemről az elköszönés egyelőre. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó volt, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen! Egyelőre ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és ne felejtjétek, hamarosan jelentkezek újabb videókkal itt a YouTube csatornámon, tartsatok velem majd a következő videókban is. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen! Egyelőre ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett a videó, ahogy mondottam, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, és én hamarosan folytatom én ezt a sétát egy következő videóban, tartsatok velem a következő videóban is. Köszönöm szépen, egyelőre ennyi lettem volna, köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra, legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel, Frici, Veszprém városából. Sziasztok!